A Tusványosi Programsorozat keretében a Betlen Gábor Sátor adott otthont a Magyar Intézet széles körű bemutatkozásának. A nyitó előadást professzor Kásler Miklós tartotta, a főigazgató úr miket emelt ki a célokból és a teendőkből. A Magyar Intézet létrehozásának a célja az volt, hogy erősítse a magyar identitást, a rárakódott rétegeket bontsa le, az elhallgatott tényeket derítse fel és tegye közkincsé, tehát a magyarságot ismertesse meg azokkal az eseményekkel, amelyek meghatározták a sorsát, történelmét, kultúráját, és befolyásolták a hagyományait. Itt köszönöm meg Potápi Árpád államtitkár úrnak, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság sátrában mondhattuk el a magyar identitás szempontjából nagyon fontos munkát végző Magyarságkutató Intézet új profiljait. A mindenkori kétkedők, tamáskodók, és különösen akik ezt tudatosan, célzatosan teszik, tehát a balliberális ellenzékre gondolok, sokszor megkérdőjelezik, hogy minek ez az intézet egyáltalán ezt a munkát, ezt máshova is be lehetne sorolni, amikor a szakmai kérdésekre került sor, például arra a kérdésre, hogy honnan jöttek a magyarok, milyen válaszokat adtak az ön vezető munkatársai? A tényekre hivatkoztak. Tudnék, a tudománynak alapvető feltétele az, hogy nézetek ütközzenek. Tényekre alapozott ismereteket tájékoztatást adjanak, és a társadalom tudományokra különösen jellemző az, hogy abszolút igazság nincs, de az elérhető valószínűség legmagasabb fokát meg lehet célozni és meg lehet közelíteni, főleg manapság, amikor természettudományos módszer az arheogenetika eredményeire lehet támaszkodni, amelyek exakt eredmények, persze mindennek a lefordítása, közlése tájékoztatás sokféle interpretációt tesz lehetővé, de mi az igazságra törekszünk. Dr. Csornai Boldizsár tudományos főigazgató helyettes előadásában azért konkrét tények hangzottak el a magyarság eredetével kapcsolatban. Mit emel ki ebből az előadásból? Az intézet eredményeit közölte főigazgató helyettes úr, nagyon röviden, annyit mondanék el, hogy létezett a Kárpát-medencében kb. 5000 évvel ezelőtt már egy őslakosság, amely kirajzott keleti irányba 6-8 kilométeres területeket járt egészen a csendes óceánig gyakorlatilag. Őket hívjuk Prészkítának, Szkítának, majd elindult lényegesen később, egy nyugati irányú vándorlás, amit a hun népek, hun típusú, ifeszítő típusú népek konglomerátumának állandóan változó összetételű birodalmának nevezhetünk. Az ázsiai hunok, európai hunok, később az avarok, majd a magyarok, akiknek az etnikai, genetikai rokonsága bizonyított tény. Az archeogenetika viszonylag új, korszerű tudományág mégis perdöntő lehet a kutatásokban. Miért? Mert szinte matematikai pontosságú adatokra, tényekre támaszkodik, itt arról van szó, hogy a három és fél milliárd bázispárból álló emberi átörökítő anyagnak, a DNS-nek vannak olyan szakaszai, amelyek csak egyet -egy családon belül öröklődnek. A férfiak esetében ez az y kromoszómahoz az van kötve, a nők esetében pedig a mitokondriális DNS-hez ezt a tényt fel lehet használni egy-egy család, például az Árpád dinasztia, vagy az Alsuk Hunyadiak azonosítására, vizsgálatára, de fel lehet használni csoportok változásainak, mozgásainak, akár a földrajzi vándorlásainak a követésére az idők folyamán is. Tusnádfürdön is elhangzott a Magyarság Intézet közelmúlt béli fontos Bejelentése, miszerint Székesfehérvárat a feltárások helyén nemzeti emlékhely létesül. Igen, egy külön előadás hangzott el erről. Szabados György igazgató foglalta össze ezt a több évre visszanyúló, egészen konkrét elképzelést, hozzátéve persze, hogy sokkal-de sokkal régebbre nyúlik vissza ez a törekvés. Egy kultúrantropológus ismerősöm számára valóságos revelációt jelentett, amit az ősnyelvkutatásról hallott ott a Betlen Gábor sátorban önöktől. Vajon miért? A nyelv az rendkívül nehéz kérdés. A nyelvi interakció, kapcsolatok a nyelvek változása, amely egyébként a magyar nyelvre jellemző, talán a legkevésbé, mindig egy nagyon érdekes és érzelmeket megmozgató téma. De amit én nagyon lényegesnek tartok, hogy mivel a zenei motivumok talán még kevésbé változnak, mint a nyelv, és nagyon pontosan lehet követni a különböző populációk, népcsoportok, népek, vándorlásait. A Magyarság Kutató Intézet nagy nyereménye, hogy ezt a profilt megalapozta, és olyan egészen kiváló kutatókat sikerült bevonni, akik örömmel jöttek, mint például a Gergely. Tehát ez egy új profil a magyarság kutatóba, ugyanúgy, ahogy a klasszika filológiát kibővítettük örményforrások kutatásával, ópersa, kutatásokkal a kínai évkönyvek ismételt vizsgálatával lényegesen szélesebb körbe, sőt, mint a bérdekességként mondom, még a szogd nyelvi emlékeket és az abban megfogalmazottakat is vizsgáljuk. Vannak-e visszajelzések arról, hogy a tusványosi bemutatkozás végül is hogy sikerült a közönség számára? Én soha nem tudom megítélni a hallgatóság reakcióját, ha én adok elő. Egyetlen egy mérce van, hogy csönd van, vagy zajonganak, beszélgetnek közben az emberek. De tusványosan nagy csend volt. Utána viszont nagyon sok kérdés, ami nagy öröm. A sátorban is, és a sátron kívül is válaszoltunk. Professzor úr, köszönöm a tájékoztatást. Jövő héten azzal folytatnánk, még mindig földön maradván hogy önök azért nagyon komoly szakmai kirándulásokat is tettek ott a térségben. Köszönöm szépen!